nehéz lenne szavakkal körbeírni azt, amit Végvári Tibor marketingépítő, marketingguru tud. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sziasztok! És hogy figyeli az adásunkat? Igen. Mert hogy 20 perccel ezelőtt, amikor promóztuk ezt a beszélgetést, belén folytódott a gondolat a szó, és csak odáig jutottam el, hogy Végvári Tibit nagyon régóta ismerem. És ennyi. És nem találtál szavakat. És egy csönd. Igen. Így űr keletkezett ezután, de most fejezzük akkor ezt a mondatot be. Régóta ismerjük egymást, barátok is vagyunk, mondhatjuk azt, de én sosem mertem a Tibort megkeresni azért, hogy mondjuk foglalkozzon velem. Ez mondjuk azért annyira nem igaz, mert ugye a nagy sikerű csacsigalop versenyetben azért igyekeztem, amikor még ugye aktív sportoló voltam. Hogy a Robi brandjét egy csacsigalop versenyen sikerült építeni? Igazából ott nem építettük, hanem inkább romboltuk, de nem nagyon sikerült. Viszont hoztam nektek ajándékot, ez még nincs meg a Robinak, és tudom, hogy nagy rajongom vagy. De miért múltkor? Múltkor voltam a Lurdi házban, igen, az egy előadásodon. Igen. Ez a marketing kontra sales. De akkor nem ezt kaptam. Nem, ez egy másik. Azért gondoltam, hogy ez egy következő lépcső, Robi, és akkor szépen épülünk. Figyelj, Tibi, te mikor kezdtél el nagyon-nagyon komolyan, most nem tudom, hogy erre lehet-e azt mondani, tudományos módszereknek megfelelően foglalkozni mondjuk a marketinggel? Figyelj, egyébként ez? Ugye ez nagyon izgalmas, mert ezt nagyon sokszor megkapom. Ugye én televíziós vagyok, ugye mi ebből az aspektusból ismerjük egymást. Hát mondjuk is ezt el, hogy kinek a műsorában dolgozol, hát ezt nem mondhatjuk. Persze, az Esti Frizbinek vagyok most is jelenleg a főszerkesztője. Tehát tulajdonképpen Hajdú Pétertől kapod a fizetésed. Figyelj, tőle is, a feleségemtől is, tehát gyakorlatilag szinte minden. A feleséged miért ad? A feleségem? Hát igen. Figyelj, a feleségemmel van egy közös, gyönyörű cégünk, és jó, nagyon szép rendezvényeket szervezünk. És ő a főnök, amúgy? Hát természetesen. És te vagy a marketing igazgató? Hát gyakorlatilag én egy ilyen szerény beosztást kaptam ott a cégnél. Én vagyok az, aki előadásokat tart, rendezvényeket szervez, és a gyönyörű feleségem pedig ő az ész, ő pedig gyakorlatilag irányítja a céget. Na, és akkor hogy lettél marketing guru? Alapvetően én már a televíziós... Na, akkor válaszolok teljesen őszintén. Na. Amikor én elkezdtem televíziós lenni, akkor nagyon szép karriert futottam be, de azt láttam, hogy nem ez az a szint, ahol én szeretnék megállni. És akkor elkezdtem abba gondolkodni, hogy hogyan tudnám pénzé váltani azt a bennem lévő tehetséget, amit gyakorlatilag úgy éreztem, hogy bennem van, de nem akar kitörni, és akkor elkezdtünk különböző sajtókampányokat szervezni, akkor már egyébként aktív televíziós voltam, és mellette elkezdtem különböző cégeknek gerillai sajtókampányokat szervezni, de nyilván erről nem sokan tudtak, hiszen ez akkor nem egy közszereplői feladat volt, és az elmúlt 15 évben egyébként az összes üzleti érdekeltségem, az főleg a kommunikációs és a PR szegmensben volt megtalálható, illetve hát ugye olyan brendeket hoztam létre, amit ugye te is ismersz, például a Radio Face, amit a nulláról építettünk fel annak idején, és egy nagyon-nagyon szép brand lett belőle, aztán utána sajnos ez megszűnt, ugye, hogy megszűnt a rádiónak a sugárzása. A frekvenciája. Igen, a frekvenciája. De gyakorlatilag, tehát én az elmúlt 15 évben nagyon sok olyan márkát építettem itt hátul csendben, amiről úgy nagyjából senki nem tudott, illetve azok tudtak, akik a megbízóim voltak. És az elmúlt egy év az arról szólt nekem, hogy kerestem egyfajta önmegvalósítást. Mindig is érdekelt egyébként az, hogy előadásokat tartsak. Én nagyon szeretek egyébként beszélni nagy tömegek előtt, és arra gondoltam, hogy azt a tudást, amit eddig átadtam különböző cégeknek, én azt most szeretném átadni olyan közép- és nagyvállalkozóknak, akik önmaguk szeretnének tanulni brandépítésről. Jó, de egy percben? Mert ugye ez a legújabb, ez arról szól, hogy van. Marketing egypercesek. Figyelj, igazából a marketing egypercesek az a következőképpen született. Ami a legdrágább mindenkinek, az az ideje. Tehát gyakorlatilag azt látom az összes vállalkozó barátomon, hogy rohan, szalad, megy össze-vissza, és nem nagyon ér arra rá, hogy ő hosszú és elméleti dolgokon aggodalmaskodjon. Én a következőt csináltam, ugye most nagyon népszerűek ezek a motivációs és marketing idézetek, mindenki osztogatja meg különböző szempontokból. Én fogtam, szétszedtem őket, és olyan gyakorlati példákat hoztam ki ezekből a marketing idézetekből, amiből összeállt egy egyórás előadás. Jó, egy példát. Ne, mondok én egy példát. Na, soha nem mondj igazat, ha hihetőbbet hazudhatsz. Igen. Dallas. Jockey Ewing. Abszolút, akkor így van. Ebből hogy lesz gyakorlati példa? Ez a kedvenc idézetem, és ezt általában egyébként mindig kikérik maguknak a hallgatók. Ugye van egy másik előadásom, ahol ezt sűrűn el szoktam mondani. Ja, soha nem vagy igazad, hogy ha hihetőbbet hazudhatsz.
az alapvetően a marketing szempontjából nem arról szól, hogy csapjuk be a vásárlót. Tehát ugye itt van már alapból egy olyan aspektus, ami, hogy úristen, most nekem hazudnom kell a saját ügyfeleimnek. Hát ez a kifejezés magáért de, beszél. De mindegy, az például, hogyha mondjuk én meg szeretném nyerni a Kárász Robit ahhoz, hogy mondjuk a cégemnek az arca legyen, akkor hogyan fogom őt felhívni? Úgy fogom felhívni, hogy figyelj Robi, mennyiért lennél mondjuk a következő terméknek az arca? Erre a Robi azt mondaná, hogy mondjuk adott esetben 5-6 millió forint, lehet, hogy egy kicsivel többet, ahogy a Robit ismerem, bár a Csacsi Galop után most egy picit eljelent ez az ár, de ha mondjuk felhívom egy ügyel kapcsolatban, és azt mondom, hogy figyelj, van egy nemes ügy, ami mellé, mellé kéne állni, és ennek az ügynek adott esetben van egy jótékonysági vonala, vagy van egy olyan know-how, egy eszméje, amivel a Robi tud azonosulni, akkor ő lehet, hogy gyakorlatilag az ügy szeretete miatt mellé áll egy olyan kampányba, ami által mondjuk azt a terméket vagy szolgáltatást tudjuk népszerűsíteni. A Tibi annyira jó beszél, hogy elmondom, múltkor fölhívott 2 héttel ezelőtt a titkárnőd, asszisztensod, nem tudom, egy hölgy, és azt mondta, hogy Robi, egy könyvbemutatóra szeretnénk téged felkérni, amit be kéne mutatnod egy könyvet, beszélgetni az írójával, a szerzőjével, és amikor megkérdeztem a végén, hogy mennyit fizetnek ezért, akkor mondták, hogy 0 forintot. Így van. Mondtam, hogy keressenek mást. Figyelj, néha kapunk nemeket is, de ezt el kell fogadni. Még egy példát mondasz egy idézetre? Figyelj, igazából... Kikre számít ez, Tibi? Tehát tényleg, amikor lesz 19. Csinálj 12-én is, akkor most már... Figyelj, most lehet, hogy ma megtelünk, úgyhogy akkor 12-én. Na, hogyha 19-én, kire számítasz? Meg akkor még az Emiliának is válaszolja a kérdésre, hogy mondj még egy idézetet. És megmondom, hogy ki vagy. Értem, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a szép szavakat, Robi. Október 19-én egyébként olyan vállalkozókra számítunk, akik szeretnének brandet építeni, vagy olyan menedzserekre, akik mondjuk jól akarják magukat érezni. Ez egy 1 órás vidám, ilyen kis marketing stand-up lesz. Hozok sztorikat, különböző, például Kárász Robis történeteket a Csacsi Galopról. Arról van videó? Fotó is van. Nekem van a fotóim. Sajnos az internet nem felejt, tehát hogy mondhatom, hogy igen. Visszatérve a kérdésedre, figyelj, nagyon sok idézet van, amivel elő fogok jönni, most mindegyiket nem lőném le, azt hiszem van még egy idézet ott a papírodon, hogyha azt felolvasod, akkor arra. Mert bűvész is, vagy ilyen gondolatolvasom. Mondd ki jelentő módban, és ha nem röhögöd el magad a végén, akkor még el is hiszik. Igen, ez az én kedvenc idézetem, és ezt is nagyon sokszor szoktam mondani. Mondd ki jelentő módban, és ha nem röhögöd el magad a végén, akkor ezt még el is hiszik. És ez kitől származik? Figyelj, én megmondom őszintén, régebben nagyon sokat hallgattam Hoffit, és Hoffinak volt egy ilyen, nem is pont ebben a kontextusban egy ilyen idézete, amikor azt hiszem arról beszélt, hogy Pintér Sándor azt mondta, hogy jó, a közbiztonság, és nem rögte el magát. Én ebből adaptáltam ezt, hogyha kijelentő módban bármit mondasz, és a végén ezt gyakorlatilag nem mosolygod el, akkor azt mondom, hogy az emberek hihetetlenül képesek arra, hogy elhiggyék. Budai Gyula mennyit gyakorolja? Ugye? Egyszerűen nevette el magát az interjú közben. De pedig mi, most mi, hogy jön ide Budai Gyula? Nem, csak ezt nem jutott. Budai Gyula tök tisztességesen végzi a munkáját. Egy csomó ügye volt már, amit... Ezt nyugodtan beszéltem, addig iszom egy kicsit. Jó, akkor még egyszer október 19-18 óra Lánchíd Szalon. Így van. Így pontos. Köszönjük szépen. Jó, és egy csomó vállalkozót várunk, vagy vártok oda, aki szeretne tőled tanulni. Bárkit nagy szeretettel várunk. Hajrá, sok sikert!